Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve Isten üzenetét kívánom hirdetni számotokra advent 4. vasárnapján. Isten igéjét az Ószövetségből, Mózes első könyve 22. fejezetéből, a 18. versből olvasom. Az Úr így szólt Ábrahámhoz: a te utódod által nyer áldást a föld minden népe. Advent vasárnapjával, az ünnepre készülés hajrájához, sport hasonlattal élve célegyenesbe forduláshoz érkeztünk. A cél az ünnep hivogató közelsége, az, hogy a várakozást hamarosan felválthatja a célba érkezés öröme, egyfajta örömteli szent feszültséggel tölti meg, úgy gondolom, sokunk lelkét. Most Isten előtt megállva lélekben, elé csöndesedve, ővele találkozva, igéire figyelve, igéjével betöltekezve, a megszentelt ünnepvárás, annak az öröme, feszültsége egyre jobban betöltheti a szívünket, hogy ezáltal kicsit hátrébb szoruljon sokféle másfajta feszültség. Mert elsősorban az ünnep külsőségeihez csatlakozóan sok feszültség, kapkodás, idegesség is betölt bennünket ilyenkor. Érezzük, hogy mennyi mindent szeretnénk még elvégezni, mennyi mindenben kellene még helytállnunk. Ez is feszültséggel tölt meg. Aztán vannak gondok, félelmek, bajok, amik nyomasztják és belülről feszítik a lelkünket. Ezek is feszültségek. Űznek, hajtanak bennünket belülről, zakatolnak a gondolataink, nehéz megnyugodni, megcsöndesedni, és jó lenne az ünnepvárás örömteli feszültségében lenni. Magára az ünnepre is, az ünnep külsőségeire is kell készülnünk, tudjuk jól. Fontos, hogy kellő mértéket tartva a szükséges előkészületeket az életük minden területén megtehessük. Ez is hozzátartozik a szép, méltó ünnephez, hogy megtervezzük azt, ami megtervezhető. Csak egyet emelek ki, a sok feladatból, tervezendőből biztos vagyok benne, hogy egy-egy családban az ünnepi menü felelőse, legtöbbször talán a háziasszony, de néha talán egy-egy férfi családtag is. Ilyenkor már megtervezi, végig gondolja, hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra. Sokan listákat írnak, mit kell még beszerezni, mit mikor kell megtenni, elvégezni, vagy éppen elkezdeni. Szóval tervezést, előkészületet igényel maga az ünnep is. És mennyivel inkább így volt ez, azzal a csodálatos, grandiózus tervel, szándékkal kapcsolatosan, amit Isten a maga szeretetében, szerető szívében elgondolt, a világ megváltását. Isten nem rögtönözte a megváltást. Isten nem rögtönözte a megváltásunk első nagy lépését, ami itt ezen a világon megvalósult, Jézus Krisztus testetöltését, eljövetelét, hanem jól végig gondolta, apró részletekig megtervezte, és ennek a szent folyamatnak, cselekmény sornak egy-egy állomását, fázisát, lépését, fontos pontját, sokszor évszázadokkal korábban, prófétai szóval, igében előre be is jelentette.
Isten bár megengedhette volna magának a rögtönzés luxusát, nem így tett, hanem jól végig gondolt mindent. Tökéletes szeretete gondosságával, bölcsességének lenyűgöző rendjében, minden hatósága hatalma fenséges erejével valósította meg Jézus Krisztus teste töltését, emberré lételét. Szeretet, bölcsesség, hatalom. Isten tervezésében, előkészítésében és a megvalósításban e három megjelent. Szeretet, bölcsesség, hatalom. És ha jól végig gondoljuk mindazt, amit már mi tudunk Jézus Krisztusról, akkor azt mondhatjuk, hogy ő benne, az ő személyében, ahogy ő itt köztünk megjelent, élt, szólt, cselekedett, szolgált. Mindebben e három, a szeretet, a bölcsesség és a hatalom csodálatos módon megjelent. De Isten szeretete, bölcsessége és hatalma ragyog át azokon a proféciákon is, amelyekben Isten előre elmondott részleteket a maga gyönyörű szándékából és tervéből. Mai igénk is, és a következő három nap egy-egy igéje is, és az ahhoz fűződő rövid ige magyarázat is majd bizonysága lesz annak, hogy hogy ragyogott át Isten szeretete, bölcsessége és hatalma az ő prófétai igéin, kijelentésein. A mai prófétai szó, ige először Ábrahámot szólította meg. Általad, és majd a te utódodban megáldom a föld minden népét, üzente Isten az ő szolgájának, Ábrahámnak. Ez az ígéret, hogy utódodban megáldom a föld minden népét, a maga teljességében, Jézus Krisztusban valósult meg. Így értette ezt már Péter apostol is, amikor a Cselekedetek könyve 3. fejezetében egy nagy bizonyságtételben vallott Jézus Krisztusról. Ő rá vonatkoztatta Péter is ezt az Ábrahámnak adott prófétai szót, ígéretet. De más összefüggésben ugyanerre a következtetése jutott Pál apostol is, a Galatákhoz írt levélben ő is az Ábrahámnak adott ígéretet, hogy általad, a te utódodban áldom meg a föld minden népét, Pál apostol is Jézus Krisztust látta. Általad, a te utódodban megáldom a föld minden népét. Lássuk meg ebben az isteni kijelentésben Isten szándékát, tervét, jó akaratát, hogy Isten áldást készített. Úgy is mondhatnám, hogy ez volt az ő ajándéka, akkor ott régen Ábrahámnak, és ez Isten ajándéka ma nekünk. Karácsonykor kiváltképpen, de életünk minden idejében is. Isten ajándéka, hogy hozzánk való jó akarata, terve, szándéka szerint ő kész bennünket megáldani. Valljuk meg őszintén, testvérém, hogy mi az áldása. Sokszor úgy gondolunk, mint valami szent, a kegyeseknek járó pluszra, a szuperhívők bónuszára. Vagy mondhatom úgy is, hogy valami nagyszerű desszertre a menüsor végén. A dolgok végén, mint egy ráadásként, kérjük, kapjuk, várjuk Istentől az áldást. Nagyon sok ember, sokszor mi magunk is talán így gondolunk az áldásra. Istennél azonban pont fordítva van.
Isten azt mondja, hogy az áldás élet és alapfeltétel. Minden azzal kezdődik. Minden abból sarjad ki. Nem a dolgok végén, nem talán néha ráadásként, nem habnak a torta tetejére, jön az áldás, hanem alap, életfeltétel. Tulajdonképpen Isten áldása nyomán sarjad maga az élet. Ott a világ teremtésekor épp úgy, mint azóta minden alkalommal. Az áldás az az ajándéka Istennek, ami nélkül tulajdonképpen nincs is élet. Más értelemben, ha élünk is, de áldás nélkül nem érdemes élni. Lehet, de nem érdemes. Nálunk az áldás, ráadás, Istennél kiindulás, alap, életfeltétel. Az áldás Isten szeretetből való ajándéka. Amit a megajándékozott, Ábrám épp úgy, mint mi, csak elfogadhatunk. Az áldásért nem lehet fizetni. Az áldásért nem lehet, nem kell vezekelni. Az áldást nem lehet megszolgálni. Az áldás szeretetből való ajándéka Istennek. Élete egy pontján meghallhatta a személyére és az utódaira vonatkozva is, és végső kiteljesedésében egy konkrét utódára vonatkozóan is Ábrahám Isten kijelentését: megáldalak, és majd a te utódodban a föld minden népét is. A Jézus Krisztusban való áldás a föld minden népéből valók közül mindazoké, akik hittel, bizalommal fordulnak az őket megáldani akaró Isten felé, akik már érzik és bemerik vallani maguknak is, Istennek is az áldása való rászorultságukat, és akik el akarják fogadni Isten áldását. Hadd idézem elétek Jákobot, aki egyszer azt mondta, miközben Isten angyalával, Istennel magával tusakodott, ki tudja? Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Jákob már tudta, mennyire rászorul Isten áldására, és tudta, hogy eljött az életébe az elengedhetetlen pillanat, amit nem szabad elszalasztani. Hogyha Isten itt van, ha Isten meg akar áldani, akkor nekem kell az ő áldása. Ábrámnak szólt az Úr, általad és a te utódodban megáldom a föld minden nemzetségét. Ábrahámból két nép sarjadt, testvéreim. Az egyik nép az Ószövetség választott népe, a zsidó nép, akiknek körében az idők teljességében, ahogy az Újszövetségben olvassuk, megérkezett a világba valóságos igaz emberként az üdvözítő Jézus Krisztus. De Ábrahámtól sarjadt egy másik nép. Ez különös nép, mert tagjai a föld minden népéből, nemzetségéből verbuválódnak. Ez a hívők népe, a hívők sokasága, akik Jézus Krisztusban felismerték és elfogadták életük üdvözítő urát, megváltóját, szabadítóját, akik már átélték, amit Pál apostol, a zsidó népből származó, de a hívők népébe is beletagolódó Pál apostol megtapasztalt és gyönyörűen megfogalmazott az Efézus beliekhez írott levelében.
hogy Isten megáldott minket a Krisztusban minden lelki áldással. Ábrahámot kiválasztotta, elhívta, hittel megajándékozta az Isten, és áldássá is tette. És az ő egyik kései utódában, Jézus Krisztusban, Isten megáldotta a föld minden népét. Egy a sokakért, az egyetlen megváltó Jézus Krisztus, az Ábrahám magva utóda minden népért. Isten különös módszere, metodikája ez. Egy mindenkiért, sokakért. Lehet, hogy te is, kedves testvérem, egy vagy egyelőre a te szeretteid körében, aki már tudja, hogy Jézusban Isten megáldott minket minden lelki áldással. Ne csüggedj, ha ma még ilyen értelemben egy vagy, egyetlen vagy, egyedül vagy tiéd körében. Légy hű a te Istenedhez, légy neki engedelmes, hiszen Ábrahám ezt az igében olvasott ígéretet éppen élete legnagyobb próbája, engedelmesség próbája után, abban megállva hallotta újra az Istentől. Mert ahhoz, hogy Isten igazán a maga áldásaival meg tudja gazdagítani az életünket, ahhoz a mi részünkről szükséges az Istennek való engedelmesség, a hozzávaló minden körülmények között való hűség és ragaszkodás. Legyünk kitartók a mi hitünkben, a mi Krisztusunkhoz való ragaszkodásunkban. És akkor mindnyájunk életében igaz lesz. Advent napján épp úgy, mint karácsony ünnepén, vagy életünk minden idejében, hogy megáldott minket az Isten minden lelki áldással Krisztusban. Jöjjetek, adjunk ezért hálát az Istennek, lélekben boruljunk oda a mi Urunk elé, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, Krisztus Jézusért, áldunk és magasztalunk téged, felénk kitárt szívedért. Köszönjük, hogy egy-egy megszólaló igédben, ígéretedben, prófétai szavadban elmondod nekünk, hogy irántunk jó akarattal vagy, hogy áldást készítettél, és köszönjük, hogy mi már Ábrahámnál is világosabban láthatjuk áldó jó akaratodat, hiszen mi visszatekinthetünk Jézus Krisztusra, aki ott az első karácsonyon értünk emberré lett, Ábrahám utódaként, valóságos igaz emberként elhozta ebbe a világba minden áldásodat. És köszönjük, hogy mi láthatjuk ebben a Jézusban a Golgota királyát is, aki ott az átokfán maga is átokká lett, értünk, hogy mi áldottjaid lehessünk. Urunk, engedd meg nekünk, hogy hadd legyen számunkra mindeneknél fontosabb a te személyed, az ajándékok és az áldásaid sokaságánál is fontosabb, hadd lehess te magad, az ajándékozó, az áldó Isten. És segíts, hogy megnyílt szívvel fordulhassunk egyrészt feléd, másrészt a mi fele barátaink felé, hogy a tőled kapott áldások ne csak bennünket gazdagítsanak, hanem rajtunk átáradva
az ő kincseik is lehessenek. Hadd imádkozzunk hozzád azokért, akik áldás nélkül vannak, akinek szíve, lelke, belekeményedve, belekeseredve sok mindenben nem is kívánja, nem is éhezi az áldásaidat. Könyörgünk azokért, akik próbák alatt vannak. Őrizd meg az ő hitüket, vagy éppen a próbák tüzének kohójában, hadd szülessen meg bennük. Mindennek ellenére, amin éppen átmennek, az irántad való bizalom és hit. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a megtörtekért. A szegények, nyomorultak, özvegyek és árvák vigasztalója, megáldója. Könyörülj meg rajtuk. Áld meg, kérünk, családjaink, gyülekezeteink, egész egyházunk és nemzetünk adventi, karácsonyi ünnepét. Add, hogy mindaz az élethelyzet, amivel ma most küzdünk, hadd segítsen bennünket a lényeg felé, felét fordulni. Miközben hálásan megbeszéljük a külső körülményeket, az ünnep szépségeit, kincseit, ajándékait, mégis hadd legyen az egyetlen legfőbb kincs, a veled való találkozás, ami igazi ajándékunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket, Urunk, amikor úgy is imádkozunk, ahogy a te fiad tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Advent 4. vasárnapján emlékeznek szerettei Rózsa Lajos atyánk fiára, akit 2 esztendővel ezelőtt hívott el a földi világból az élő Isten. 11 órakor a harang az ő emlékére fog szólni. Hálásan köszönöm mindazoknak, akik különböző módokon anyagi támogatást juttattak el az elmúlt hetekben is gyülekezetünk működésére. Isten áldja meg a jókedvel, hálás szívvel adakozókat. Hadd hirdessem, hogy dr. Szanyó László főorvos úr, egykori drága presbiter testvérünk temetésén készült egy felvétel. Aki azt szeretné, kérem, hogy ezt a lelkész hivatal valamilyen elérhetőségén hozza tudomásunkra, és akkor igyekszünk eljuttatni mindenkinek ezt a felvételt. Szeretném hirdetni az előttünk álló ünnepi alkalmakat. A jelen helyzetben próbáltuk a legjobb, vagy mondhatom úgy is a legkevésbé veszélyes megoldást megtalálni. December 21-től 24-ével bezárólag minden nap 5 órától a Facebookon is és gyülekezetünk honlapján is elérhetővé teszünk rövid néhány perces igemagyarázatokat, lelki előkészületünket, egy-egy családi közös áhítatunkat segítendő. December 25-én, karácsony első napján, 2 alkalommal, 8:30 és 10 órakor a templomban tartunk rövid istentiszteletet úrvacsoraosztással. Szeretném nyomatékosan kérni, hogy csak a teljesen egészséges és tünetmentes testvéreink jöjjenek el ezekre az alkalmakra. A 8:30 kezdődő alkalomra elsősorban a 65 évnél fiatalabbakat várjuk, a 10 órakor kezdődő istentiszteletre pedig a 65 év felettieket.
És egyúttal kérem, hogy mindenki mérlegelje, hogy azért van kockázata a személyes találkozásnak, illetve arra is készüljünk, hogy hideg a templom. Jelen helyzetben erre külön oda kell figyelnünk. Természetesen, ha addig szigorításokat jelentenek be, akkor ez a rend változhat. Úgyhogy kérek mindenkit arra, hogy figyelje hirdetéseinket a templomajtón, a Facebookon, illetve a gyülekezeti honlapon. December 26-ára vonatkozóan egy igevázlatot fogunk megosztani a Facebookon és a honlapon. December 27-ére, vasárnapra pedig szintén az interneten teszünk elérhetővé előre felvett rövid igeszolgálatot, azon terveink szerint Bárány Zoltán, 6. éves teológus hallgató testvérünk szolgál, hiszen Zoli köztünk való gyakorlati ideje december 31-én lejár, visszamegy a teológiára, mint egyetemi hallgató. Ilyen módon ezzel az istentiszteleti szolgálattal fog Zoli tőlünk elköszönni. Az Úr Jézus Krisztus legyen életünk, gyülekezetünk őriző pásztora ezután is. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.